Az ellenzék cáfolja, hogy nyert az MSZP polgármester jelöltje Mohácson. Kedden több sajtóorgánumban már megjelent a győzelmi jelentés azzal, hogy nem lép vissza Szekó József halála miatt Csorbai Ferenc jelölt, de utóbbi azt mondja, egyelőre nincs semmilyen döntés. Egy kihívója volt Mohács polgármesterének, aki pénteken tragikus körülmények között meghalt. A választási törvény szerint a Fidesz nem állíthat helyette új jelöltet az október 13-ai választásra. Több médium is arról tudósított, hogy az egyedül maradt MSZP-s jelölt Csorbai Ferenc nem lép vissza. Ezzel már most megnyerte a választást. A sajtóban megjelent híreket én is olvastam, nincsen ilyen döntés, és a szervezet engem arról tájékoztatott, hogy majd a temetés után fogják meghozni ezt a döntést. Szekó Józsefet szombaton Mohácson helyezik örök nyugalomra, addig biztosan nem akar a mohácsi polgármester jelölt nyilatkozni. A Demokratikus Koalíció helyi szervezete és a Momentum baranyai elnöke szerint az lenne a tisztességes, ha a jelölt a fair verseny érdekében visszalépne. Így időközi választást lehetne kiírni. Mi úgy látjuk, hogy a demokratikus és fair verseny jegyében az lenne a korrekt, hogy mivel egyedül maradt Csorbai Ferenc polgármester jelölt úr, ezért ő visszalépne, és egy időközi választás folyamán döntenének a mohácsiaki demokratikus versenyben, hogy kit tartanának megfelelő polgármesterüknek. Abban viszont mindenki egyetért az ellenzéki oldalról, hogyha időközi választások lesznek, akkor a Fidesz ellen Mohácson is egy közös jelöltet kell indítani.